A jövő héten kezdődik Budapesten és Balatonfüreden a FINA Masters világbajnokság. A senior világbajnokságra több mint 12 ezeren regisztráltak, így a létszámot tekintve rekordot könyvelhetnek el a szervezők. Ott lesz az úszók mezőnyében a nyíregyházi Szokoldi Anna is, aki a 3000 méteres nyíltvízi számban kezdi a szereplését. A civilben fogorvosként dolgozó úszónő több számban is éremesélyes, és mint elmondta, keményen dolgozott azért, hogy valóra váltsa álmait. Nem lehet hátradőlni, mert le kell úszni, meglátjuk ki milyen formában van, nagyon készülünk rá, semmiféle lazaság nincsen, most is még szombaton is lesz edzés. Jövő héten még 3 edzés, és akkor utána lemegyek Füredre megnézni a pályát, hogy milyen a nyíltvízi pálya, és akkor, mert azért a nyíltvíz az teljesen más, mint a medencés, ott azért látni kell, tehát ott bejön egy hullám, egy rossz idő, tehát ott ezeket is figyelni kell, meg nincsen, nem látod a medence alját, ott a bójákat kell nézni, erre is fel kell készülni. De ugyanakkor mi hosszú távra készülünk, nekem ez a fő számaim a hosszú táv. A 3 kilométer, a 800 meg a 400. Idén Eindhovenben 1500 méter gyorsan érte el országos csúcsot a Nyír Senior 97-ese versenyzője. Edzője Gyula Sándor szerint tanítványa nagyon motivált a világbajnokság előtt. Gyula az egyik leglelkesebb versenyző, nagyon komolyan készül, remélem, hogy jól fog szerepelni, ott sem ismerjük még pontosan a mezőnyt, de ismerve Diának a hozzáállását és a mentalitását, biztos vagyok, hogy éremmel fog hazatérni. A 2 évvel ezelőtti Kazanyi Masters világbajnokságon a 40 és 44 év közöttiek mezőnyében utolsó évesként a 200, a 400 és a 800 méteres gyorsúszásban is másodikként ért célba a nyíregyházi sportoló. A korosztályt váltó, a 45-49 év közötti korcsoportban újoncként induló úszónő hazai környezetben szeretné megszerezni első Masters világbajnoki aranyérmét.